Üdvözlök mindenkit, ez itt a Játékosok Klubja. Nos, az első dolog, amit el szeretnék mondani, hogy ketten vagyunk, én Móka Ficek vagyok, és itt van velem Zozóka. Sziasztok! És hát lett volna egy Szovi, de mivel meghekkeltem kicsit a rendszert, ugyanis ő nem lesz velünk, mert ő neki a holnapi nap jó, nekem meg az nem jó. Az Zozóka meg ráért, úgyhogy ketten leszünk ezzel a játékkal kapcsolatban. Ami mi is, mondd el kérlek szépen. Beyond Two Souls. Igen, ezzel a játékkal. Ő is nagyon szeretett volna hozzászólni, de hát így járt. Én ilyen mocskos módon megoldottam ezt a dolgot. Na mindegy. A lényeg, hogy ketten leszünk, de szerintem így is megoldjuk az egész dolgot. És az első fontos dolog, amit el kell mondanunk a játékról, hogy exkluzív cím. Úgyhogy sok embert kizárt az örömből ez a cím, de hát ez várható volt, hogy a kedves alkotó az már csak, nem is tudom, már két, hát most már két exkluzív címet adott a Sony-nak, ha jól emlékszem, ugye? Igen. És hát, de azelőtt volt PC-n is, na mindegy. A lényeg az, hogy akkor haladjunk sorba. Menüpontok, grafika. Hát mit mondhatunk a grafikáról? Kihozták, amit a PS3-ból ki lehet hozni. És ugye ez is a mostanság, nem is tudom, talán divatossá válik ez a technológia, aminek nem tudom a nevét, mert te nem tudsz kisegíteni. Tudod, hogy színészekkel dolgozunk, csak úgy oldjuk meg az egészet, hogy pöttyöket rakunk rájuk, és akkor felvesszük őket. Nem tudom, hogy pontosan ennek mi a neve, de talán motion capture, Igen, csúnya igen. angol szóval. Ennél jobbat én most nem tudok, hogy van-e ennek még valami speciálisabb elnevezése. Nekem most hirtelen ez ugrik be, ezt látom itt a leírásban is, hogy motion capture. Igen, és hát az előző játéknál viszont azt hiszem nem így volt megoldva, vagy igen? Na mindegy, itt biztosan, hogy így van megoldva, aki amelyik címekre még ez jellemző, az az Uncharted, ott is rögtön színészekkel dolgoznak. Ne kérdezzétek, hogy miért ez a módszer, szerintem így sokkal könnyebb a grafikusoknak. Mert ugye így a színészekre bízzák az arckifejezéseket, és a többi, és a többi. Aztán meg, hogy néz ki a karakter, azt úgyis meg tudják variálni. És hát nem is akármilyen színészek vannak benne, ugyebár. Itt átadom a stafétát neked. Így van, nem is akármilyen színészek. Két nagyon ismert és nagyon jó színészt szerződtettek le, márpedig Ellen Page és William Dafoe. Hát igen, William Dafoe, aki igazából nem tudom miért vállalta el. Kicsit gondolkoz, tudod, ő ilyen idősebb korosztály, ugye? Neki ez egy kicsit idegen, de hát elvállalta. Mondjuk a Dafoe szerintem elég laza, egy pali. Én nagyon szeretem a Dafoe-t, mint színész, tehát bármelyik filmben volt, és nem is volt olyan nagyon rossz filmekben sem. Legalábbis most hirtelen talán nekem nem jut eszembe, hogy akár olyan filmben láttam volna. Pókember. Jó, oké. Hát nekem az nem volt annyira jó, na. Nem, nekem sem, tehát azért mondom, hogy jó, oké. De viszont jól járt neki az a gonosz szerep, tehát hogy ő ott kihozta, amit Nem lehetett. tudom, hogy csak úgy érdekességként mindenkinek elmondom, hogy ő játszott Jézust is. Ezzel az arccal, azért képzeljétek el, a Krisztus utolsó megkísértése című filmben alakítja Názáreti Jézus Krisztust. Hát eszméletlen a film. Kettő. Ez hatalmasat alakít, de hát ő ilyen top 10 legjobb férfi színészben szerintem benne van. Nem tudom, mennyire jött össze egyet. Mindenféleképpen is azt tetszik nekem, hogy nem sok olyan film van, amelyik tehát ilyen tucat termékekbe lett volna, tucat filmekbe lett volna. Talán tényleg, talán a Pókember, amit most így mondtál, azt talán lehet azt mondani, hogy az nagyon ilyen nem hozzáillő film volt, nem hozzáillő szerep volt, de szerintem azból is kihozta Hát a sok pár olyan, maximálisat. van olyan filmek, ahol ilyen beugrós inkább, például az Amerikai Szihó, azt is dumáltuk most a Szavival, ugye? És hát ami új filmje volt még talán az a
vadász, szóval nem ilyen ismertebb. Kicsit Igen, fura, igen. mert olyan hát mellőzött színésznek tartom, na, igazából. Úgyhogy lehet, hogy ezért is vállaltam, mert szokott ilyen beugrózni, nem tudom, hogy pénz miatt, vagy mi miatt, de mindenképp egy pozitív csalódás, hogy ő vállalta ezt a szerepet Nem igazából. tudom, hogy mennyire lehet hinni, mert én megnéztem az extrákat a játékban, a menüjében, és ahol ugye mindig elmondják a színészek, hogy hú, milyen jó ez a Ja. projekt, ahogy részletek, tehát nem tudom, hogy mennyire lehet ezeknek hinni, Igen. de hát bár mindegyik színész azt mondta, hogy ez valahol egy kihívás volt nekik, Hát biztos, hogy és leszívnám magam, ha így kéne színészkednem ilyen borsókkal az arcomon. egyrészt meg, hogy nagyon sok munka volt benne, tehát ez nem, ez a játék, ez egy ugye egy interaktív filmnek is lehet nevezni, és nagyon-nagyon sok munkaórájuk fekszik benne, ugye nem csak a színészeknek, hát értelemszerűen, akik ott velük dolgoztak, mindenkinek, de a színészeknek is, tehát míg egy filmet fölveszel, most mit tudom én, hány órás jelenetet leforgattok, az itt a játékban az többszöröse volt, és szövegbe is nagyon sokat kellett nekik megtanulniuk. Hát ez az átlag statisztika, hogy mit tudom, hogy egy film 2 hónap, egy játék 2 év, nem? Hát igen, durván. Durván úgy ez az átlag. Még egy nagyon fontos dolog, mert el fogom felejteni. Itthon magyar felirattal jelent meg, ami mindenképp pozitívum a játéknál. Nem csak azért, mert analfabéta lenni angol, én, ugye, meg hát ez... Ez nem egy olyan ország, ahol annyira jól beszélnek angolul, igazából, még az én korosztályon beliek se. És hát ugye egy PS3 exkluzív címtől azért ez odaver. Azt azért mondjuk ki, nem? Hogy... Én meg is lepődtem, így van. Nem Hát... jellemző a Sony exkluzív címeire, hogy magyar felirat, vagy magyar, ne adj Isten, magyar szinkron Hát igen, mert tudod, van megjelenik. a... mit tudom, hány millió fős határ, és akkor utána szoktak elméletileg szinkronizálni, de meg hát magyarítani, azt azért tegyük hozzá, hogy elméletileg a felirat az magyarítás, hogy hát ez azért országonként változik, mert például Németországban minden kötelezően Deutschland. Szóval tök mindegy, hogy te mit csinálsz, akkor is németet kell ott produkálnod az embereknek, és valószínűleg nem azért van, mert annyian vannak a németek, és Franciaországban is minden le van szinkronizálva. Csak hát itt ugye olyan fatökőek vagyunk, na, ebből a szempontból. Ez igaz. Tehát, hogy lehetne ezt jobban is csinálni, de mindegy. De ez egy jó, ez egy pozitívum. A másik, amit rögtön le akarok szögezni, hogy hát nekem egy kicsit negatív véleményem van a játékról. És itt rögtön át is térünk a másik színészre, a főhős miatt van az egyik negatív vélemény számomra. Én, lehet, hogy velem van a hiba, de ha én ránézek erre a nőre, kiver a víz. Egyszerűen olyan feje van, hogy nem az, hogy nem is ez az, nem hogy tudom elmagyarázni konkrétan nektek, hogy félek tőle, vagy hogy undorodom, csak egyszerűen olyan, hogy olyan ez az ember, hogy nem akarok neki hátat fordítani. Szóval lehet egyébként, hogy velem van a baj. Nem tudom. Ahogy én végigjátszottam a játékot, én a legjobban azokat a részeket élveztem, ahol a fiatal Ellen Page-el, ugye bocsánat, a fiatal Judy Holmes-szal kellett játszani. Ugye ez a játékban így hívják a főhőst. Mert nekem a szimpatikusabb volt, és valamelyest én se tudtam talán annyira szimpatizálni a magával az Ellen Page által megformált Judy Holmes-szal. Tehát ebben nem tudom, ez... Azt Egy tudja. kicsit egyetértek veled, na, Na ez a lényeg. az a gond, hogy én egy kicsit ilyen ösztönlény vagyok, szóval rád nézek, és így rögtön meg tudom állapítani magamba, hogy én hogy viszonyulok hozzá, tök mindegy, hogy te mit csinálsz. Szerintem ez a nő egy számító kis büdös rohadék. Ez a nő. Ez az életbe, nem a karakter, az életbe ez a nőstény. Ez egy nagyon veszélyes nő. Én így tudok erről mondani. Na mindegy, a lényeg az, hogy ugorjunk. Történet. Nos, mondd el tömören, mi a történet?
És akkor itt lehet akkor spoilerkedni, ugye? Hát persze, Jó. persze. Tehát a történet szerint beleugrunk Judy Holmes életébe, mégpedig elég furcsa módon, ugyanis nem az elején kezdjük, hanem a végén, ahol elmond egy monológot, és belecsöppenünk az életének egy bizonyos részébe, és ott sem a elején vagy a végén kezdjük a történetet, hanem lehet azt mondani, hogy nagyjából a közepén. És nagyon furcsa ezáltal a játék, mert össze-vissza ugrálunk az idősíkokban, és úgy kell összeraknunk a történetet. Tehát, hogy a végéről indul a történet, mégpedig, hogy akkor játsszuk végig az ő életét, azt a nem tudom 18 évet, vagy nem tudom mennyit játszunk végig, és abból is csak bizonyos szeleteket, és röviden a történet egy olyan lánynak az életét követjük végig, akinek a születésének a pillanatától fogva van vele egy entitás, és az entitást azt nem tudom, hogy majd mennyire magyarázzuk meg, mert megmondom őszintén, hogy nekem is még a játék alatt utána kellett pontosan nézni, mert nagyon érdekelt, hogy pontosan mit akarnak ezek az entitások. Tehát az a lényeg, hogy van a lányban, vagy a lányjal egy másik lélek, aki végigkíséri az egész életét, és ezáltal belecsöppen, és talán lehet azt tudni, hogy nem is véletlenül, mert már a születése is egy kísérlet eredménye volt, ha lehet ezt mondani. Tehát nem is véletlenül kerülő bele abba a történetbe, ami végigkíséri az egész életét. Tehát, hogy elkezdik kutatni azt, hogy kik ezek az entitások, hogy került össze Judy ezzel az entitással, illetve próbálják ezt a megfelelő szervek kiaknázni ezt a lehetőséget, és kutatni. És elég hányattatott élete lesz ennek a főhősnek, és a végén tulajdonképpen mindenre fény derül, és sejteti azt a játék a legvégén, hogy valami szörnyűség mindenféleképpen be fog következni a játékban. Tehát, hogy tulajdonképpen nem lesz vége a játéknak semmiféleképpen, vagyis a történetnek, tehát nem lesz vége a történetnek semmiféleképpen, hanem azt mindenféleképpen tovább gondolhatja aki végigjátszotta a játékot, hogy ennek bizony nagyon rossz vége lesz ennek a világnak és ennek a történetnek. Mert előbb-utóbb az esemény be fog következni, csak az a kérdés, hogy mikor. Nem tudom, hogy mennyire volt ez így teljes. Hát, na most akkor így szögezzük le, hogy ugye én azt mondtam, hogy negatívan állok ez a játékhoz, de szerintem ez a játék 10-es skálán 8,5. Szerintem mondhatod, hogy volt, akik 40%-ot adtak rá? Az igen, volt olyan, aki a minimális 40%. Hát azért szögezzük már le, hogy ez nekem se tetszett, de hát nem a 40% az ocsmány grafika, irányíthatatlan, hülye történet, blablabla, bla, 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 ilyeneket takar, hát itt ez nincs meg igazából. Érdekes volt a történet, mondjuk engem ez se fogott meg igazából. Mondom, a főszereplő zavart, a másik, ami nagyon zavart, hogy az egy dolog, hogy ugrálunk. Az előző címbe is, a Heavy Rainbe, ugye? Ott is igazából ugráltunk, nem? Mert ugye több karakter volt, nem is egymás mellett mentek igazából annyira a történetek, szóval érted, ugráltunk. A Heavy Rain szerintem az talán hasonló volt, mint a... Fú, melyik volt az a játékuk? A Fahrenheit. Mert a Fahrenheit is ugye olyan volt, hogy egy kicsit ugráltunk a szereplők között. Nem tudom, hogy ki mennyire ismeri ezt a játékot, kár, hogy nincs itt a Szovi, mert ő szerintem mégis játszotta. Hát ő csontra. Igen.
Én csak játszottam a játékkal, de amennyire emlékszem, hogy ott is ugye ugrálni kellett, és annak is egy nagyon érdekes játékmechanikája volt, a Heavy Rain-nek is egy nagyon érdekes mechanikája volt, de azt szerintem talán jobban hasonlított a Fahrenheit-hez, mert ugye ott is úgy volt, hogy irányítottad a főhőst, ugye a lányt, utána a nyomozókat is irányítottad. Tehát szerintem ő volt talán, hogy egy kicsit jobban hasonlított a Fahrenheit-hez, és ez a Beyond Two Souls, ez meg teljesen különbözött tőle. Az előző kettőtől, amit említettünk, a Heavy Rain-t és a Fahrenheit. Nem tudom, nekem nagyon durva volt az ugrálás. Nagyon durva, szóval nagyon szétszórtnak éreztem az egészet igazából. Nem azt mondom, hogy rosszul volt megcsinálva, csak egyszerűen, fú, nekem ez sok volt. Ez az ugrálás, nem tudom, te hogy vagy vele. Nekem annyira nem volt sok, de szerintem ez csak azért, mert én játszottam a játékkal. Tehát aki ugye úgy nézi, és nem játszik vele úgy az elejétől a végéig a játékkal, annak szerintem biztos, hogy furcsa, de egy kicsit én se értettem, hogy miért fontos ez az ugrálás. Ugyanis én nem éreztem azt a játékban, hogy én azt hittem, hogy az lesz majd a szerepe ennek az ugrálásnak, hogy bizonyos eseményeket meg tudunk változtatni. De ez ugye nem igaz, mert a játék felépítése ugye úgy van, hogy vannak ezek a fő pontok, amik ugye bármely ember életében, ha visszagondol, akkor megvannak ezek a sorsfordító pontok, és azokat úgyse tudod megváltoztatni. Az pedig, hogy a fejezetek vagy a pontok közötti eseményeket igaz, hogy van olyan rész, ahol meg tudod változtatni, de az nagyon kevés van. Gondolok itt erre, arra például, hogy a játék legvégén hogy hívták a másik titkos ügynököt? CIA-est. A CIA, Ryan? Nem. Akkor nem. Nem, azt hiszem Ryan. Ryan, hogy ott ugye, hogy ha amikor megkínoznak titeket, hogy akkor lehet azt választani, hogy beszélsz, és akkor a szemevilágát az egyik, tehát a fél szemét nem veszti el, hogy van. Ha nem beszélsz, akkor elveszti a fél szemevilágát, ha beszélsz, akkor mind a két szeme épp marad, stb. Stb. Nem lesz belőle kalózja. Nem lesz belőle kalóz. És az a játék későbbi fejezeteiben már ugye úgy is marad. Illetve még most egy rész eszembe jutott, az pedig pont amit ki is próbáltam, hogy amikor hajléktalan fejezetnél bennég a mert éppen ügyetlen vagy, bennég a néger hajléktalan, illetve a kábítószeres hajléktalan, akkor az értelemszerűen a játék későbbi fejezetében az vissza fog köszönni. De ezek úgy lehet mondani, hogy ezek csak mellékszálak. Semmi köze nincs a fő történethez, az igazán mély sztorihoz. Tehát, hogy és ezért nekem is furcsa volt az, hogy mi értelme van akkor, hogy oda-vissza ugrálok az időben, ha ugye a fő pontokon nem tudok változtatni. Hát És igen. ezért tényleg furcsa. De itt majd a végén, ha majd elérünk, hogy ilyen verdiktet mondok a játékról, de ezt a videón végén is elmondtam, hogy én értem a koncepciót, hogy miért így lett fölépítve a játék, csak azt egy kicsit én is értetlenül állok azzal, hogy ahhoz akkor miért kellett így össze-vissza ugrálni az időben. Tehát egy kicsit igen, tehát mert egyet tudok veled érteni, hogy ez ennek Szerintem igazából. az alkotó túl gondolta ezt egy kicsit, nem? Túl sok a pont. Annyi a gond, nem? Igen, tehát hogy lehet, hogy ezt eltervezték, és akkor a valahogy lehet, hogy változtatni kellett a munka folyamán a történeten, vagy technikai problémáik volt, vagy én nem tudom, és ezáltal nem az jött ki, amit mi szerettünk, mert a legfontosabb kritika talán a játékkal kapcsolatban,
és amivel egyet tudok érteni, hogy tulajdonképpen tényleg semmi értelme nincs annak, hogy össze-vissza ugrálunk az időben, meg hogy vannak ezek a választási lehetőségek, mert se a pontokon nem tudsz változtatni, tehát az mindig adott, azok a sorsfordító pontok, illetve se a játéknak a fő történetén nem tudsz változtatni. Amit viszont én meg is tudok érteni, hogy mi a koncepció mögötte, csak így valahogy egy kicsit furcsa ez az egész játék így van. Szerintem úgy lett volna logikus, hogy három részre itt is felosztják. Gyerekkor, kamaszkor, felnőttkor, legalábbis szerintem. Tehát ugye ez így könnyebb mondani, mint megvalósítani, gondolom én. Nagyjából. Ez szerintem egy elég komplex játék volt, mert ha megnézzük akár a Fahrenheit-et, akár a Heavy Rain-t, akkor, mert a Heavy Rain-nek most nem tudom tényleg hány különböző befejezése volt, tényleg most nem emlékszem rá, hogy mit olvastam erről. Három. De, igen, mert ott azt hiszem, hogy gyanúsítottat kellett, vagyis hát a tettes kellett megtalálni, és akkor ott igen, lehet, hogy akkor háromféle lehetőséged volt, hogy ugye megtaláld a helyes választ, vagy illetve akkor volt akkor még plusz kettő, ami más eredménye lyukadsz ki. De viszont ez a Beyond Two Souls, ez szerintem sokkal komplikáltabb volt ezeknél, hogy most ennyi befejezést, ennyi különböző befejezést, ami tényleges befejezés, tehát nem az, hogy most kimarad életbe, illetve kivel áll össze Judy, stb. Hanem, hogy tényleg különböző befejezés kapjunk a játékban. Hát, ja. És lehet, hogy megint velem van a probléma, de én kicsit erőltetettnek éreztem a főhősünk szenvedését. Szóval van egy jelet, vagyis egy rész, amikor tudod, olyan kamasz vagy, ilyen nem is tudom, hogy emós vagy gótos, ott a Judy. Hát inkább gótosra. Ja, a gótosra vette a figurát, és ugye kiszakik. Igen. És hova megy be? Mert ő bulizni akar. Az ilyen rednek, ilyen amcsi paraszt kocsmába, de kajak, arra igazi filmes kocsmára kell gondolni, ugye? És ott is rászállnak, meg elkezdik csesztetni, szóval kicsit olyan, nem tudom, ez az erőtetett volt nekem, ez a csúnya, rossz az egész világ, mindenki engem csesztet, brühühű, tiszta nyomorék vagyok, szóval nem tudom. Pont azzal a jelenettel kapcsolatban van egy észrevétel, hogy ha jól emlékszem a történetről, ott valami ismerőseivel, aki most ott nem derült ki, de hogy ott beszéltek meg valami találkozót, emlékeim szerint, illetve azt az eseményt, azt máshogy így meg lehet oldani, én kipróbáltam, tehát én azóta is próbálgatom a játékot, mert ugye van nekem ez a sorozat, hogy kimaradt jelenetek, és akkor mikor van kedvem, akkor így belenézek, és akkor egy kitapasztalom a játékot, és akkor újra fölveszem azokat a jeleneteket, amik kimaradtak. Mert azt a jelenetet azt meg lehetett úgy is oldani, hogy ha eljutsz oda abba a kocsmába, abba a kisdobálóba, mert ugye le is lehet bukni, ha ügyetlen vagy, akkor ott is el lehet jönni úgy, hogy semmi bajod nem lesz. Tehát rájössz arra, hogy hogy fölcsigáztad azt a két tuskót, és akkor például ki is lehet simán sétálni az ajtón. És semmi baj nem történik. Tehát, hogy a jelenetek között, vagy a fejezetek között meg lehet oldani bizonyos jeleneteknél nagyon sokféleképpen. És ott tényleg az van, hogy akkor mit tudom én, egy olyan jelenetet mondjuk háromféleképpen is le lehet forgatni. És te remélszed azt, hogy szerintem egy szál volt, így fő szál, de mivel ez ugye de mivel akkor még jobban nem lett volna ugye videójáték, kicsit, mint amilyen most lett, hogy kicsit erőltették ezeket a variációkat, úgymond, vagyis ezeket a választási lehetőségeket, amiknek igazából akkora súlya nincs, de azért kellett valami változatosság, nem? Hogy újra játszható legyen, szerintem ez volt a cél. Egyrészt meg tehát, hogy tényleg bele akarták rakni azt, hogy egy kicsit lehessen kísérletezni a játékkal, és a játéknak a mentési rendszerében is ez felismerhető, ugyanis
Lehet úgy is végigjátszani a fejezeteket, hogy mentést kérsz, illetve lehet úgy is végigjátszani a fejezeteket újra, hogy nem kérsz mentést. Tehát, hogy akkor nyugodtan próbálkozol azzal, hogy úristen, ezt meg lehetne oldani másképp, és akkor ott visszamentél. És akkor megpróbáltad, és akkor, de nem akartad elmenteni. Tehát, hogy szerintem itt a játék tényleg erre épült föl, hogy valamikor végig... De nem is ez a baj, amúgy, amit te mondasz, hogy ezeket így oldották meg, hanem nem éreztem benne a döntésemnek a súlyát inkább. Hát nem vagyis... egy Witcher. Igen. Mondjuk nem akarok itt kitérni, de hát muszáj, ott elmentek, meg 16 befejezés van. És én azt se értettem, igazából na mindegy. Az már túl sok szerintem, 16, de az a 16 az lehet, hogy olyan... Hát ilyen apróságok, tudod, de hát... Tehát értem, hogy mit mondasz a játékkal kapcsolatban, de... Szerintem nem ez a legnagyobb baj a játéknak, hanem hát, tényleg az, hogy végig játszhatod ezeket a szálakat, de igazából csak a látvány miatt, vagy csak a jelenet miatt, de igazából semmi súlya nincs. Mert az, hogy most a Ryan, az most félszeművel lesz, nem lesz félszemű, az igazából engem idegen hagyott. Hát te kegyetlen voltál azzal, szerencsétlen. Palival. Nem, hát én nem beszéltem. Tehát én nem beszélek. Nem. Én nagyon kemény vagyok. Pláne amikor nem engem csesztetnek. És... illetve amikor mondtam, hogy azért a hajléktalanoknál, illetve még ugye most visszagondolva, még nem is tudom most egy hirtelen hány jelenet van, de a főbb momentumokat azt igazából nem tudott kikerülni. Tehát például az, hogy én belegondolok, hogy mi lehet volna akkor, hogyha a professzorral nem megyek oda, és nem beszélek, és nem jut arra a tudomására, hogy a felesége és a kislánya ugye még ilyen entitásként még akkor ott él, és akkor stb. Tehát ezeket meg nem tudom kikerülni sajnos. Persze, mert ez a, ugye interaktív filmként reklámozzák. Hát mondjuk nekem az előző cím jobban tetszett. Mondjuk ott se kellett nagyon játszani, de talán az nem tetszett sok embernek, hogy túlságosan átlépték a határokat, mert ugye lehet ezt csinálni, hogy interaktív film, és akkor csináljunk filmes effekteket, és akkor pörgősebb lesz a játék, lásd kod, ugye, bár, hogy ott is alkalmaznak úgymond ilyen eszközöket, főleg a 4 óta, de itt túlléptek egy határt, hogy a Heavy Rainben még sokkal többet játszottál, pedig az is elég filmes volt, mint itt. Itt meg én talán kicsit nagyon le voltál korlátozva, és azon gondolkoztam, hogy ez milyen korosztálynak szól ez a cím, ez a játék. Szerintem mindenféleképpen az idősebb korosztálynak, mert úgy értem, hogy a nagyon gyerekeknek nem. El kell érned egy bizonyos kort ahhoz, hogy most érd azt, hogy most miért fontos ez, hogy ugye itt szellemek vannak, és nem egy kísértett história. Tehát, hogy azért itt nagyon komoly felnőttes tartalom van. Egy gyerek, mondjuk egy 8-9 éves, aki mondjuk játszik a koddal, vagy 12 éves, játszik a koddal, vagy akár 13-14 is szerintem még belefér, játszik a koddal, vagy bármelyik játék alatt, ott igazából nem pengetnek olyan témát, amit igenis kell egy érettség szerintem, hogy ezt megértsd. Tehát, aki mellett például nem halt meg valami rokona, valami közeli hozzátartozó, az lehet, hogy teljesen más szemmel nézi ezt a játékot, mint aki olyan játszik vele, akinek már valami közelebbi hozzátartozója már meghalt. Uh-huh. Nekem legalábbis ez a véleményem. Hát érdekes, mondjuk nem tudom, szerintem neked annyira nem volt való ez a játék, mert ezt komolyan nézzétek meg a végigjátszását. Hát én férfi vagyok, én vagyok az Azoka, és akkor aj, Istenem, az mondjuk jó volt egy rész, ahol ez jól jött ki, a vacsora csata rész. Annak még a civilt is nagyon eltállt, tehát na, azt szétröhögtem ott az agyamat, ezen, hát azt az égést, akkor rendeljünk pizzát, jaj, az borzasztó volt. Mondjuk így is meg lehet oldani a dolgokat, igazából, de ott már tényleg sajnáltam a CIA-s gyereket, hogy bántál vele.
Az tényleg brutális volt igazából, és ott is basszus, a végéig kitartott. Azt mondja, hát csak próbáljuk meg, hát nincs ilyen hülye állat, Pali, komolyan mondom. Vagy ez is nagyon ilyen beteg volt, nem tudom, mit látott abba a nőbe, de hát mondjuk, hogy belegondolok, hogy mennyire nem volt súlya annak a döntéseknek, vagy ahogy intézi az ember a dolgait, hát akkor nincs olyan Pali, aki kitart egy nő mellett ennyire. Amúgy mindegy, az egy rész, az tényleg, azt nézzétek meg, komolyan mondom, itt külön reklám, csak neked. Ez érdekes volt, mert hogy ezt most felhoztad, mert nekem végig furcsa volt a játék bizonyos részein. Tehát én például a kislányos részeket nagyon szerettem. Ott azt mondtam, hogy úristen, kis ennivaló kis aranyos kislány, és ott más volt vele játszani, de én például a felnőttes részeknél, pláne az ilyen, mondjuk az ilyen romantikusabb jeleneteknél, vagy ahol, mint lányként kellett volna viselkedni, az nekem a halálom volt. Tehát valahol, igen, éreztem én is azt, hogy ez nem biztos, hogy egy férfinak való játék. Vagy üljön mellette egy lány, és akkor esetleg úgy más, Hát mondjuk nem tudom, én nem simán túl tudtam tudok én beleélni ezen magam. lépni. Hát ez egy videójáték, érted? Én se élném bele magam, hát én se tudom milyen bazeg egy férfival táncolni, és csak hogy megsugom. De én pont az, hogy én a játékokban én nagyon beleélem magam. Tehát Aha. én ha most tényleg most akkor megint egy másik játékot, ha megnézek, amiben szintén nagyon beleéltem magam, akkor az a The Walking Dead, hogy én teljesen megőrültem, hogy most milyen döntéseket hozzak, pedig az ez csak egy szaros játék, már bocsánat. És teljesen úgy vettem, mintha Úristen, fölrobbanna ott a készülék a tévé mellett, mert rosszul döntök. Tehát én valami borzalmasan beleélem magam a Akkor játékokba. mi lesz veled a második évaddal? Hát nem is véletlenül örülök neki, hogy ilyen hosszú szünet van, mert nekem ki kellett pihenni az első évadot is. Hát meg ott azt hiszem Clementine lesz a főszereplő a Hajaj. második év, úgyhogy ajaj, lesz ám szívás rendesen. Na mindegy, ez kicsit fura volt tőled, na mindegy, mondjuk én ezen például nem ütköztem meg. Ezért kérdeztem tőled, hogy kinek ajánlanád, mert például hát nem tudom, szerintem egy 14 éves is simán leülhet vele játszani, mert látod, én is ki, hát nekem vagyok fura, teljesen ezek a kifogások vannak, mondjuk én nem adtam volna rá 40%-ot. Szóval én ezt nem is értem igazából, mert én sem szerettem ezt a címet, be kell valljam, nekem ez egy negatív csalódás volt, mert ugye, hát jó, már az alkotó mögött azért van egy-két cím, és akkor, hát hogy is fogalmazunk, a videójáték ilyen krémet szokott lerakni. Krémje ez a fajta műfaj, nem? Ez a komolyabb Igen. stílus, úgymond, és akkor nagy elvárásokkal állsz hozzá a játékhoz, de szerintem talán ez volt a leggyengébb cím, amit lerakott igazából, mert az előző cím nekem jobban tetszett. A Heavy Rain-nek a hangulata nekem is jobban tetszett, viszont a Heavy Rain-t azt csak egyszer játszottam végig, és ezt a Beyond Two Souls-t meg így elhülyéskedek vele. Most már persze kicsit lazábban, már nem élem bele magam, most már nem érdekel, most már próbálkozgatok ezzel, azzal, amazzal, és de viszont a fejezeteket végig tudom játszani újra, és megpróbálni azt, hogy mit tudok ott másképp. Azért, hogy lássam a jelenetet, azért, hogy esetleg valami titokra rábukkanjak, hogy esetleg megint tudok változtatni valamin, ami a későbbiekben visszaköszön. Tehát, hogy ő más cím, ez egy más cím. Ő, hál' Istennek, most nem a Heavy Rain vonulatát folytatta, hanem egy másik ágba csapott bele, egy másik medert próbált keresni magának. És mondom, tehát az az érdekes, hogy hangulatban nekem a Heavy Rain jobban tetszett, viszont a Beyond Two Souls-t azt én most jobban újra végig tudom játszani. Tehát újra az elejétől fogva mást próbálgatva újra végig tudnám játszani, illetve hát végig is játszom. Igen, lehet egyébként ezt tetszett meg benne az előző címben, mert én meg kell valljam, hogy imádom a igazán
búval bélelt, borzasztóan nehézkes, ilyen nem is tudom, ilyen orosz hangulatú, ilyen orosz irodalom hangulata volt az egésznek, a Heavy Rainnek, hát aki járt középiskolában, és nem maradt ki az agyából az a rész, ugye, hogy orosz irodalom, ami semmi másról nem szól, persze ez csak egyszerűsítés, egy mondatban, hogy mindenki szenved, és mindenki meghal a végén. De lehet, hogy én tévedek. Az jobban tetszett, nekem mindig jobban tetszik az ilyen. Természetesen kell egy ennyi cím után, főleg már egy más elképzelés. Nekem ez nem jött be annyira. Hát akkor itt megragadom a szót, és akkor elmondom azt, hogy amit én tudok, mert végignéztem ugye én a játék extráit, és ott beszél ugye a készítő is magáról a játékról, illetve a játék háttér történeteiről esetleg többet megtudunk, és ő például ezért csinál ezt a játékot, mert meghalt egy közeli hozzátartozója, és ezáltal, mivel a halál az egy valamilyen szinten megfoghatatlan és elképzelhetetlen valami, és ő megpróbált neki adni valami, amibe be lehet kapaszkodni, ami fontos azt, hogy végig gondolt, és hogy mi lehet a halál után, mit jelent az, hogy valaki meghal, mit jelent valakinek az elvesztése, és tehát tulajdonképpen személyes indítatásokból készítette ezt a játékot, és találta ki ezt a történetet, illetve hát nem tudom, hogy mennyire egyedül vett részt tényleg a forgatókönyvírásában, de tulajdonképpen ez adta a játéknak az ötletét, tehát egy személyes haláleset tulajdonképpen, ami most nem tudom, hogy pontosan milyen hozzátartozója, vagy barátja volt esetleg, aki meghalt, és ez alapján írta ezt a forgatókönyvet, illetve készítette a játékot. Nem tudom, hát én megint csak negatívan tudok hozzáállni a dologhoz, nekem is volt már igen közeli hozzátartozom, aki meghalt, és én hát nem voltam olyan fiatal, hogy ne érintsen negatívan igazából a dolog, és nagyon közel állt hozzám, de így sem tudom úgy átérezni a játékot, és igazából én kifogytam. És ne higgyétek azt, hogy most ez egy rossz játék, vagy hogy én szinte egyáltalán nem erről van szó, csak nekem nem jött be annyira, hogy így a, hát már úgy is úgy mondtam, hogy meg te is mondtad, spoiler, hát akkor végéről beszéljünk. De tényleg a csontról, a végéről. A vége az tulajdonképpen, és a játéknak szerintem a fő mozgatója az az, hogy a Judy-ban lévő entitás, és ezáltal ugye a bizonyos szerveknek a tudomására jut, ugye Pentagon, CIA, tudomására jut, hogy van egy olyan sík, ahol az entitások léteznek, és oda, a játék közepén talán így átjárót nyitnak, amit akkor Judy be is zár, ugye ennek is kétféle lehetséges módja van, az egyik az, hogy sikerül neki bezárnia, a másik pedig, hogy nem, és akkor fölrobbantják az egész helyet, és a játék vége felé szintén egy harmadik kaput, mert egy másik ország is folytatott kutatásokat, és akkor ők is nyitottak egy ilyen átjárót, az volt a második, és akkor egy harmadik kaput, ami már a Pentagon irányítása alatt full történik, akkor ott is nyitnak egy átjárót, és azt megint Judy segítségével tudják bezárni, de az már fölselik a játéknak a végéből, hogy ez tulajdonképpen a végtelenségig fog folytatódni. Megint nyitnak egy átjárót, azt megint valaki bezárja, akár Judy, akár a későbbi szereplő. És hát a végéről meg nem nagyon lehet beszélni, mert nagyon sok befejezés lehet. Azon kívül, hogy mi történik Judyval. Ott ragadhatunk ugye a entitásokkal, tehát a túlvilágon. Várja egy kicsit, nem négy befejezés van? Négy fő szál befejezés, nem? Hát hogyha azt, hogy ha életben maradsz, és melyik szereplőt választod,
Tehát lehet ugye azt választani, hogy élsz, és akkor választhatod a Ryan-t, választhatod a Indiánt, és választhatod azt, hogy a hajléktalanokkal élsz tovább, illetve bocsánat, választhatod azt, hogy egyedül, és akkor van egy ötödik, amikor azt választhatod, hogy ott maradsz a entitásoknál, tehát a már halott szeretteiddel. Tulajdonképpen, ha ezt nézik, akkor úgy öt befejezés van. Te mit is választottál a végén? Mert szerintem pont. Én a végén ugye megkegyelmeztem a Ryan-nek, és azt választottam, hogy Ryan-nel élünk, A amíg meg végén nem. csak, a végén azért, de A nem végén. értelek, a végén csak azért, ez a mi volt ez a kínzás, kínzás, érdemelt ki, és akkor végén csak azért is megkapja. Érdekes. Azért ezt a szem Szovi jegyezte meg nekem egy magánbeszélgetés, hogy érdekes, hogy végig szivattad a csávót, de a végén azért egy boldog kapcsolatban véget ér az egész, úgymond. Hát persze, hát pont ez az, hogy megérdemelte a jutalmát, tehát hogy... Ha már 3D-s filmeket nem tud nézni, mert Igen. kinél kiszedték a szemét. Tehát, hogy igen, de az én, legalábbis az én végigjátszásomnál szerintem ez volt a fő vonal, mert mint ahogy megjegyezted, hogy én nagyon elutasítottam minden kapcsolatot Judyval, és szerintem ez is illet hozzá, de talán a Ryan volt az, aki valamilyen szinten közelebb került hozzá. Tehát ugye egyik szereplővel se, akivel még ugye szerelmes viszonyt lehetett volna folytatni, ugye az Indián, a nem? indián, igen, de hát az most egy fejezet volt tulajdonképpen. Jó, mondjuk az egy hosszú fejezet volt. Hát ez inkább Tulajdonképpen ilyen a... futókaland. Igen. Tulajdonképpen még ami befejezés lehetett volna az én végigjátszásom alapján, az az, hogy egyedül marad. De ugye én meg úgy döntöttem, hogy akkor Ryan-nel egy ilyen happy endet berakok a játék végére. Tehát tulajdonképpen a játék vége az az, hogy nyitogatják ezeket az átjárókat, ami a játék alatt összesen három ilyen átjáró volt. Ezeket ugye mind sikerül bezárni, de sajnos fölsejlik az, hogy ez az esemény mindenféleképpen be fog következni a későbbi, a jövőben, hogy valamikor igenis nem sikerül bezárni már azt a átjárót, és az entitások és az entitások világa és a földi világ, tehát a mi világunk az egyesül, vagy hát nem is egyesül, de egymásba nyílik. És a föld az tulajdonképpen mindenféleképpen előbb vagy utóbb el fog pusztulni. Ilyen Pandóra szerencéje, nem? Az Igen, is őt meg benne is, van. Ben is, meg is, igen, meg is említette, hogy amint elindultak ezek az események, az onnantól kezdve sajnos a Pandora szelenciás, igen, hasonlóan az mindig is jelen lesz, és előbb-utóbb az el fog következni. Számomra ez volt amúgy a legjobb történet így a játék végén, hogy ez így akkor... Tehát, hogy boldog happy end nem lehetett tulajdonképpen, és ez nekem úgy tetszett. De nekem ez a lezárás megint egy kicsit negatív. Nem tudom, mert hogy nagyon rosszul állok ehhez a játékhoz, igazából. De figyelj, nem gond ez, mert tehát nekem ez a vége, ez nagyon tetszett, tehát hogy már pedig az a tanulság, hogy amint rálépünk egy útra, arról letérni már nem tudunk, és előbb-utóbb az az esemény be fog következni, el lehet tolni, de előbb-utóbb be fog következni. Persze az se 100%, mert ugye magához térhet ezek a vezetők, és azt mondják, hogy már pedig hú, ez tényleg veszélyes, akkor ezt a projektet, ezt temetjük el örökre, temessük el örökre, és akkor tényleg befejezzük ezeket a kutatásokat. De igen, tehát az emberi természet nem ilyen. Előbb-utóbb ez be fog következni. A másik, hogy ahogy megjelenítette az entitásokat, hogy ezeket, ugye ezeket a szellemeket, lelkeket, hogy vannak olyan lelkek, amik
akik tulajdonképpen mintha teljes személyisége ott lenne, és ugye vannak olyan lelkek, akik csak ezt a főbb érzelmi ugye gyűlölet, szerelem, szeretet, bosszú, stb. Ezekkel rendelkeznek csak. Tehát nekem ez a megvalósítás is tetszett. Értem. Akarunk még valamit egyébként mondani? Hát most én is azon gondolkodom. A végét elmondtam, hogy nekem mi tetszett a játékban. A történetet ne várjátok, hogy így szanaszét spoilerkedjük, mert egyszerűen lehetetlennek tartom, hogy kibeszéljük. Igazából úgy, hogy szerintem nem tudom, amit akarsz, Nagyon azt mondd sok. még el. A fő történet szerintem az ez, amit nagyjából ugye elmondtam, mert tulajdonképpen tényleg ez a fő történet, hogy ezt a Judy és a benne lévő. Hát most azt lelőjem azt a poént, hogy ki az a entitás, aki benne van, vagy Hogy azt ne, hát annyira nem persze. fontos. Tehát az is egy nagyon jó szál a történetben, hogy a végén kiderül, és én például te gondoltad volna, hogy ő az ikertestvére? Az a lélek, az az entitás, aki vele van? Eszedbe jutott? Hát nem rossz csavar, de mondjuk lehetne valami, nem tudom, ilyen nagyszülő, vagy ilyenek. De nekem pont ez volt az, hogy nekem se jutott eszembe, és persze, hogy utána azt mondja az ember, hogy jó, oké, még lehetne valami csavar, de szerintem ez pont ez az, hogy ez nagyon jó csavar. Legalábbis én még senkitől nem hallottam azt, hogy ő rájött volna arra, eszébe jutott volna az, hogy az az ikertestvére, hogy van neki egy ikertestvére, és így már ugye egy plusz megvilágítást is kap a történet. Tehát nekem ez nem jutott eszembe, és ez elején például nagyon elégedett voltam. Hát én azt aláírom, hogy jó csavarok vannak benne. Ezt tényleg aláírom. Igen. És tulajdonképpen így ez a fő történet, hogy van egy lány, akivel vele van egy lélek, akivel együtt kell élnie, és az ő hányattatásait kísérjük figyelemmel, valahol kis apró eseményeket meg tudunk változtatni, viszont a főbb pontokat nem tudjuk megváltoztatni, hanem azok mindig adottak, de azon belül esetleg a játék felajánl más lehetőségeket. És nem tudom, de tényleg hogy amint kinyitjuk Pandora szelencéjét, attól fogva menthetetlenek vagyunk. Tehát valamit nem szabad bolygatni. És számomra talán ez volt a legfontosabb. Hogy így tök jó volt, hogy így rájöttem arra, mert én kerestem, kutattam azt, hogy miért így épül föl a játék. Miért nem tudok én annyira más befejezést előcsalni. Tehát nekem ez nagyon tetszett, hogy így akkor... Nem, persze, lehet, hogy megint belemagyarázom az, hogy mi volt a David Cage-nek ugye a célja a játékkal kapcsolatban, de hát nekem ez nem. Hát nem kell, végül is bele lehet magyarázni, mert emlékszem, amikor beszéltem a aknakereső mély mondani valójáról. Igen, igen, tehát Úgyhogy... bármibe bele lehet magyarázni, bármit így van. Igen, szóval, hát nem tudom. Én óvatosan ajánlom mindenkinek. Ennyit tudok ehhez hozzáfűzni. Óvatosan. Mondjuk akkora réteget nem is érint. Főleg, hogy exkluzív, ugye? Egy nem túl népszerű konzolra, azt azért mondjuk el. Mert ebben a generációban inkább az Xbox volt népszerűbb, de nem baj, majd a következő generáció. Hát mindenkinek én sem ajánlom, úgy van. Azért mondom, hogy aki fogékony a témára, mert ugye van neki egy misztikus, nagyon jó története szerintem, lehet nyomozgatni,
és akkor lehet gondolkodni azon, hogy most úristen, mi lesz a későbbiekben. Tehát valamilyen szinten föntartja az érdeklődést a játék legvégéig. De igen, tehát nem mindenkinek. Szerintem igen, ez egy réteg játék, ez nem mindenkinek lehet ajánlani. Pontosan. Hát, azt hiszem ennyi. Jó, Elköszönünk. szerintem is. Elköszönjük, persze már nem kell itt túl beszélni. Hát, én Mókaficek voltam. Remélem ez a téma is mindenkit foglalkoztat, vagy van olyan ember, aki megtisztelt minket a hallgatóságával. És hát nem tudunk többet hozzáfűzni, ennyi lett volna. Én Mókaficek vagyok, és itt volt velem Zozóka. Sziasztok! Sziasztok!